nagyon sok mindenben megváltoztatta a pandémiás helyzet az életünket, tehát a társadalmi-gazdasági érintkezés teljesen átalakult az elmúlt egy évben, és azt is egyértelműen látjuk, hogy amit nagyon szeretnénk már, hogy minél hamarabb bekövetkezzen, hogy elmúlik ez a pandémiás helyzet, más lesz az a helyzet, ami utána úgymond békeidőben visszatér, mint annak előtte volt. Ennek egyik legnyilvánvalóbb része, hogy az online kereskedelem, az online szolgáltatások biztosítása soha nem látott dinamikát mutatott az elmúlt időszakban. A gazdasági beavatkozási területében a továbbra is a DJP a patrióta gazdaságpolitikát egy nagyon fontos fokmérőjének tartja, tehát minden ilyen beavatkozás esetében vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat, magyar tulajdonú vállalkozásokat helyzetbe hozni, hiszen pont itt az online kereskedelem erősödése kapcsán látjuk a nemzetközi dominancia erősödését. Ma is sajnálatosan azt tudom mondani, hogy meghatározó szereplők cseh vagy éppen román háttérrel vannak Magyarországon, tehát van teendőnk e tekintetben. Helyzet van, hiszen a pandémia az online kereskedelem területén teljesen új szabályokat vezetett be, és új lehetőségeket nyit mindenki számára. Azt gondolom, hogy nem csak a DJP-nek, hanem szinte a magyar kormányzat minden szereplőjének, az Agrárminisztériumnak. Különösen van teendője a tekintetben, hogy a magyar szereplők hatékonyan tudjanak fellépni, és a magyar fogyasztók védettek legyenek. Említettem ugye a járványnyal kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, itt nagyon fókuszáltunk az online térre is, hiszen jellemzően azért a hatóság kollégái sem mindig tudtak üzletekben ellenőrizni, és ezért az online térre terelődött az ellenőrzés is. Azonban természetesen a hagyományos módon is ellenőrizték az üzleteket, amelyik nyitva volt a hatósági kollégák. Itt weblapokat, készfertőtlenítőket, maszkokat ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság. 753 webáruházat nézett meg egész évben, jellemzően az árak és az akciók valóságossága tekintetében. Itt az látható, hogy az elektronikus kereskedelem ellenőrzése terén, fogyasztóvédelmi ellenőrzése terén milyen területeken szeretnénk tovább lépni, illetve milyen területeket ellenőrzünk. Gyakorlatilag mindenhol ott van a fogyasztóvédelmi hatóság, ezeken a szektorokban, illetve a platformokon szeretnénk tovább lépni is. Például csak egy példa, az automatizált ügyfélszolgálati megoldások, ugye a hírközlési szolgáltatók ügyfélszolgálatát is ellenőrizzük. Itt már van olyan szolgáltató, ahol megjelenik a mesterséges intelligencia, majd a fogyasztóvédelmi hatóságnak, illetve a szabályozásnak is alkalmazkodnia kell ehhez. Egyelőre az élőhangos bejelentkezést fogadjuk el megfelelő ügyfélszolgálati tevékenységnek, és ezt nyilván a szolgáltatók is elfogadják, de azért a jövő már 1-2-3 éven belül látható, hogy kezdenünk kell majd a mesterséges intelligenciával is valamit, mint fogyasztóvédelmi hatóság. A jellemző jogsértések igazából minden évben visszatérően hasonlóan alakulnak. Szolgáltató adatai hiányoznak a weboldalról, szerződéskötés feltételeit nem megfelelően adják a fogyasztók rendelkezésére, panaszkezelés módja hiányos, illetve nagyon sok esetben nem tájékoztatnak az online vitarendezési fórum lehetőségéről. Talán legnagyobb arányban az elállási joggal kapcsolatos megtévesztő tájékoztatások vannak. Digitális transformáció, amely ennyire megjelenik erőteljesen a magánjogi jogviszonyokban, a fogyasztói adásvétel és a digitális tartalomszolgáltatás irányelvek kapcsán is, úgy általánosságban is a mindennapi gyakorlatunkban. Ez nagyon erőteljesen felveti azt a, nem kerülgetve most már a forró kását tulajdonképpen, hogy miként fog majd a fogyasztóvédelem viszonyulni az adat piacosítása, az adat vagyonosításához. Az adatvagyon szabályozás kérdésében két nagy jogalkotási folyamat elé nézünk. Egyrészt a nemzeti adatvagyon, tehát a közadatvagyon szabályozása részéről, illetve az év vége felé várható esetleg egy olyan magánjogot is érintő szabályozás, ami az adat vagyonelemként, jogintézményként, vagyonelemként való kezelését teszi lehetővé.